királyságodat szüntelen, mert te vagy, te vagy, te vagy szabadságunk, ma is vele menünk, ma vele menünk, soha, soha, soha nem ér véget, ó, 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 szeret bennünk él, szívünkben nincs más nép, te vagy a mindenünk, szabad lett életünk, szeret bennünk él, szívünkben nincs más nép, te vagy a mindenünk, szabad lett életünk. Ma is felemelünk. Te vagy, szabadságunk. Ma is felemelünk, ma felemelünk. Soha, soha, soha nem ér véget. Szeret bennünk él, szívünkben nincs más nép. Te vagy a szabad lett életünk, szeret bennünk él, szívünkben nincs más nincs, te vagy a mindenünk, szabad lett életünk. Szeretettel köszöntünk újra titeket. Az internet újra nehézkes, és most volt megint egy szakadás, de hiszük, hogy az Úr velünk lesz, és minden rendben lesz az internettel. Az Úr Remény Közösség nevében innen Abonyról köszöntelek titeket szeretettel, így az Úr jelenlétét megtapasztalva már, akik itt vannak helyben, nekünk az internet nem korlát, úgyhogy mi már tapasztaljuk az Úr jelenlétét, és szeretnélek egy igeverset titeket bátorítani, ami pedig a 133. Zsoltárból van egy két igevers. Ó, mi így szép és mi így gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Csodálatos megtapasztalni azt, hogy Isten különös módon használja az internetet, különös módon tapasztalhatjuk meg, hogy egy olyan közösséget formált és folyamatosan formál az Isten, amiben összefornak szívek nagy távolságokról, különböző közösségekből, különböző felekezetekből, és megtapasztalhatjuk azt, hogy Isten szelleme kiárad közöttünk, bőven kicsordul, túlcsordul, és megtapasztalhatjuk azt, ahogyan Isten összeforja a mi szívünket, összeforrasztja, és megáld minket az ő jelenlétével és az ő Szent Szellemének az erejével. Erre hívlak ma titeket, hogy ma is így dicsérjük őt otthonunkban, internet előtt, telefon előtt, bárhol, ahol be tudunk kapcsolódni, és hadd érezzük meg együtt, hadd tapasztaljuk meg együtt ezt a nagy közösséget mindannyiunk életében, így egy, mintha ha összejöttünk volna egy helyre, így tapasztaljuk meg az Isten jelenlétét, és arra is bátorítalak titeket, hogy használjuk azt a lehetőséget, hogy Isten szava újra szólhasson hozzánk a Zoom szobákba belépve, hogy kapjunk Istentől vezetést, bátorítunk arra titeket, hogy használjátok ezt a lehetőséget is ismét, Isten, hiszen Istennek ma is van szava hozzánk. Legyetek áldottak! Ez már a 70. alabásom adás. Múlt héten Szlovákiában voltunk, és fagyoskodtunk, most ebben a kora késő nyári estén élvezhetjük a természet szépségét és az időjárást, itt a helyszínen is.
és hálát adunk azért, hogy szabadon hirdethetik az evangélium Abony főterén. Megköszönjük a városvezetésnek a lehetőséget, és köszönjük az abonyi közösségnek is, hogy otthont adott az Alabáson projektnek. Szeretném kérni, hogyha nézitek ezt az adást, akkor osszátok az élőadást, hogy minél többen kapcsolódjanak bele, és tapasztalják meg Isten érintését a képernyőn keresztül is. És hirdetem azt, hogy hamarosan, illetve már lehet, hogy már látjátok a linkeket, hova belépve Zoom szobákba felkészült szolgálók várnak titeket, hogy imádkozzanak, hogy életetekbe változás jöjjön, hogy csodák történjenek, gyógyulások. Ez a szívünk vágya, hogy Isten tudjon megérinteni titeket. Még egyszer köszöntöm a Szolnoki Dicsőítő csapatot, köszönjük, hogy itt vagytok velünk ezen az estén, és arra kérlek továbbra is, hogy legyünk ott az Úr jelenlétében, folytatjuk a dicsőítést, úgyhogy gyertek velünk. Most van minden vétkem,
Az életünkben. Bármilyen gondok vagy bajok, te ott állsz mellettünk. Hálásak vagyunk azért, hogy szeretsz bennünket, hogy körülveszel bennünket. Uram, nem félünk, mert velünk vagy. Ki járthatna nekünk, ha te vagy velünk. Te vagy az, aki befedezel bennünket a te erőddel, a te békességeddel, és tudjuk, hogy te a holnapnak az Istene vagy. Te látod a jövőnket, és tudjuk, hogy jót terveztél a számunkra. Hívunk téged így, Uram, hogy te legyél ezen a mai estén az, aki csodát teszel az életünkben. Te legyél az, aki meggyógyítasz bennünket minden betegségből. Köszönjük, hogy a Jézus nevére mindent érd meghajol. És köszönjük, hogy a Jézus nevében van az erőnk. És amikor segítségül hívjuk Jézust, akkor ő eljön. Ezért hálásak vagyunk neked, Uram, hogy te itt vagy most. És így hívunk és kérünk téged, hogy segíts nekünk, Uram. Látod, Uram, azt, hogy kik azok, akik most betegek, Uram, akik nézik most az alabástromot. Uram, te legyél az ő gyógyítójuk. Uram, te vagy az, aki a súlyos betegségekből is meggyógyítod az embert. Te egy csodatevő Isten vagy, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Akkor is, amikor az orvosok azt mondják, hogy nincs tovább, te képes vagy arra, hogy meggyógyítsd az embert minden betegségéből. És Uram, ezt hisszük és tudjuk, és megtapasztaltuk már, hogy te ilyen csodálatos és hatalmas gyógyító Isten vagy. Ezért máshová nem mehetünk, csak hozzád. Hozzád, Uram, mert nálad van a lelkünknek megnyugvás, a testünknek a gyógyulás. Ezért szeretünk téged, Uram, hogy te vagy az, aki elhívtál bennünket. Amen. Szükségem van most rá.
Sziasztok, Somogyi Attila evangelista vagyok. És szeretnénk nektek elmondani valamilyen egy történetet, egy érdekes történetet, most történt egy 10 perccel ezelőtt. Abonynak a főterén vagyunk, most személyes evangelizáció is folyik itt az Alabástrom projekt keretében. És itt beszélgetünk az emberekkel, most már elég késő van és sötét van, és egyre kevesebben vannak. De az előbb beszélgettem egy 25-30 év közötti fiúval, éppen ment haza a munkájából. És beszélgettem vele Istenről, és ő mondta, hogy már egy kicsi gyerekkora óta hisz benne. És beszélgettünk, hogy mik érték, miket tapasztalt. Lényeg az, hogy akkor megkérdeztem tőle, hogy akkor tudod, hogy a János evangélium a 3-ba, akkor Nikodémussal beszélget egy akkori főembere Jézus, akkor azt mondta neki, hogy senki se látja meg, és nem mehet be az Istennek a királyságába. Csak hogyha újonnan nem születtél szellemtől és víztől. És akkor mondom, tudod, hogy mi az az újjászületés, hogyha egyszer már régóta hiszel. Igen, igen, tudja. Na mondom, mondd el nekem, mi az. Hát, megdöbbent egy kicsit, és rájött, hogy amiről én beszélek, az neki még nincsen meg. Én mondtam neki, hogy ez egy személyes kapcsolat. Itt van egy templom nem messze, és mondtam neki, hogy az Isten nem lehet templomba zárni, Isten nem lehet egy felekezetbe bezárni. Isten az emberi szívekbe akar élni, egy húsvér templomba akar élni. A Biblia azt mondja, hogy a testünk a Szent Szellemnek a temploma. És az újjászületés, amiről a Biblia itt beszél, amikor Jézus ezt elmondta ennek a főembernek, Nikodémusnak, ez arról szól. Biztos hallottátok már, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, ő egy Isten. A Teremtő Isten elküldte az egyszülött fiát, értünk. Mindegyikünk beleszületett egy bukott világba. Mindegyikünknek vannak bűnei. Minimum hazudtunk az életünkbe. És Jézus ezért jött el 2000 évvel ezelőtt, hogy az összes bűnünket, rossz döntésünket, szégyenünket magára vegye. És ezt megtette. A kereszten, ha fölnéztek a keresztre, azt mondta, hogy elvégeztetett. Ő legyőzte az ördög minden munkáját. A váltságművünk egy tökéletes mestermű. De ez csak személyesen, hogyha igényled az életedre, akkor fogod megtapasztalni. Ez a fiú is hitt Istenbe, fejbe. Tudjátok, a Biblia mit mond? Hogy az ördögök is hisznek és rettegnek. Az ördögök is tudják fejben, hogy van Isten, de nem cselekszik Istennek az akaratát. És ez a különbség, hogyha valaki megtér, újjászületik, találkozik az Istennek a valóságával, erejével, avval az erővel, ami meg tudja változtatni az életét, olyan erővel, amivel ellene tudsz állni a bűnnek, meg tudod törni az életedbe az átkoknak az erejét, a betegségeknek az erejét, vagy a megkötözöttségeknek az erejét. Ez az igazi megtérés, újjászületés. Isten erre hív titeket. És hiszem, hogy ezért beszélek most itt, hogyha ezt majd visszanézed ezt az adást, vagy most ott vagy élőben is nézed, akár a munkahelyeden, az otthonodba, az autódba, akkor ez egy személyes döntés. Isten személyes Isten, és személyesen jelen akar lenni az életedbe. Helyre akarja hozni azt, amit az ördög szétszórt, szétdobált az életedbe. Az ördögről azt mondja a Biblia, hogy öl, lop és pusztít. Egy rombológép. Utálja az embert, mert az ember az Istennek a hasonlatosságára van megteremtve. De van egy jó hírem. Jézus magára mutat, én vagyok az út, az igazság és az élet. Csak is rajtam keresztül, egyedül rajtam keresztül tudtok menni az Istenhez. És hogyha nincsen Istennel egy személyes kapcsolatod, semmi nem kell. Egy egyszerű személyes szívbeli döntés kell, amit most meg tudsz hozni. Szeretnék veled ezért imádkozni. És kérlek, ott, ahogy vagy, semmit nem kell tenned, egyszerű gyermeki hittel, a szívedbe, nézzél föl Istenre, és mondd utánam ezt az imát. Uram, én köszönöm neked, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy feltámadtál, és én ezt elhiszem. És megvallom, hogy szükségem van rád. Hazajövök most hozzád. Köszönöm neked, Jézus, hogy minden bűnömet, minden rossz döntésemet, minden szégyenemet magadra vetted a kereszten. Köszönöm, hogy a véred elmosta ezeket, és most így tisztán állok az élő Isten előtt. Megnyitom most a szívemet, és kérlek, Szent Szellem, gyere be az szívembe, gyere be az életembe, és mutasd meg nekem, hogy Jézus valóságos, hogy Jézus él, meg akarlak téged ismerni. Köszönöm, hogy a Biblia azt mondja, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. És most az én szívemben is újjá lett minden, mert Jézus te jössz a szívembe. Kérlek, hogy nyisd meg a szememet, nyisd meg a fülemet, hogy meglássalak téged. Meg akarlak téged ismerni, és a te utaidon akarok járni. Jézus nevében. Amen. És hiszem, hogyha ezt most szívből elmondtad, Istennel fogsz találkozni. Lesz egy erőteljes személyes találkozásod az élő Istennel. És személyesen meg tudod őt szólítani, nem csak a fejedbe, hanem most már egy szívtől szívig kapcsolatod van Istennel. A Biblia azt mondja, hogy a testünk a Szent Szellem temploma. Az élő Isten beléd költözött most ebbe a pillanatba. És neked Jézus nevében jogod van bármikor menni az Atyához. Mert Isten gyermekévé lettél ebben a pillanatban. És azt mondta Jézus, hogy kérjetek az én nevembe, és az Atya megadja nektek. És bátorítalak téged, hogy kezd el olvasni az igét, kezd el olvasni az új szövetséget, és Isten, hogyha hittel olvasod, fog hozzád szólni.
és írjál ránk az Alabástom projektre, az elérhetőségekre, hogyha ezt most hoztad meg először, és segítünk neked egy élőhitű közösséget találni a lakóhelyedhez közel. Isten áldjon benneteket, sziasztok! Sosem hagytál cserben. Várva a változást, tudva, hogy győztél már. Uram, te sosem hagytál el. Megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagytál el. Nem tart soká, ígéd a fénysugár, szívemből dicsérlek téged. Jézus, tiéd szívem, szerelmed hűséged, szívemből dicsérlek téged. Hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hűséged, hűséged.
nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagysz el, hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagysz el, hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben enyém vagy, fiat elfogadtál. Amikor azt énekeljük, hogy én már láttam, hogy az Úr működik, akkor ez valóság. És az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sokszor láttam, amikor az Úr működött és cselekedett. Nem olyan régen volt egy fiatal daganatos beteg, akiért a közösségünk imádkozott és közben járt. És az agyban volt egy daganata. És meg kellett operálni. És aztán voltak még maradványok. De Isten nem feledkezett el az ő gyermekéről. És aztán a kezelések alatt egyre jobb és jobb eredmények lettek. Mindaddig, amíg ez a daganat eltűnt. És nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy ezt a fiatal gyermeket megmentette. Hiszen ő is Istennek az országához tartozik. És hogy Isten ma is működik és cselekszik. És hogy én ezt nem szégyellem, hogy Jézus a gyógyító. Hiszen az én mesteremre nézek fel, és ő rám mutatok, hogy ő igen képes megtenni azt, hogy meggyógyítja a betegeket. És ami a legfontosabb az, hogy az összetört szívet egybeforrasztja. És lehet nekünk a legnagyobb bánatunk, akkor is Isten ott van, és a megtört szívet egészítés teszi. És én ezt vallom, hogy én láttam már, hogy ő cselekedett, hogy ő megtette.
És Isten megteszi azt, amit ő mindig is tett. Jézus, amikor itt volt a Földön, akkor betegek gyógyultak körülötte, és biztos vagyok benne sajnos, hogy most is vannak olyanok, akik hallják ezt a szolgálatot, vagy hallod ezt a szolgálatot, és beteg vagy. De én abban hiszek, hogy Jézus ma gyógyítani fog, ezért imádkozni fogunk ezért. Jézus, köszönjük neked azt, hogy belőled az élet árad. Te vagy az életnek az megalkotója, az életnek a létrehozója. Te vagy az, aki megalkottad az embert a te jó akaratodból, a te örömödből. És látod azt, atyánk, hogy az emberek között mennyien vannak olyanok, akik szenvednek test vagy lélek szerint. Mennyien vannak olyanok, akik az ördög megrontott betegségekkel. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te ma újra fogod teremteni azokat a dolgokat, amiket a sátán elrontott. Szólunk a szíveknek, a szívek billentyűinek és ereinek, izmainak, hogy vegyenek gyógyulást, hogy erővel pumpálják a vért a szervezetbe. Minden szívgyengesség Jézus nevében meggyógyul most. Kimondjuk, hogy Jézusban gyógyulása van az emberi szívnek, testben és lélekben is. És látok olyan szíveket, amik ketté törtek, akiket megbántottak. Olyan szíveket, akik el vannak fáradva Jézus Krisztusban, az ő hitükben, és már alig dobognak. Most felfrissülést szólunk ezeknek a szíveknek. Egészséget szólunk, hogy a Jézus nevében a lelki szívek is meggyógyuljanak, ne csak a testiek. És atyám, látok tüdőket, amik nem teljes kapacitással dolgoznak. Tüdőket, amik már nem tudják kiszolgálni rendesen a szervezetet. Embereket, akik légszomban szenvednek. Istenem, kérlek, hogy gyógyíts meg ezeket a belső szerveket most. A tüdőt elsősorban. És én arra kérlek téged, atyám, hogy azok az emberek, akik már régen vettek a mennyből levegőt, azokhoz most jusson el a mennyei szél, a mennyei levegő, a mennyei frissesség, és épüljön meg a hitük általa. Ti, akik megvagytok fáradva, most vegyetek egy nagy levegőt. Szívjátok be magatokba a mennynek a levegőjét, és fújjátok ki magatokból az ördög szerint való dolgokat. A Jézus nevében még egy dolgot látok, a fej fájdalmakat, az ereket, amik nem működnek jól, az idegsejteket, amik nem működnek jól, az elmékben, a fejben, amik fájdalmakat okoznak embereknek. A Jézus nevében a migréneknek most parancsolunk, hogy távozzanak el bármilyen okból is van az emberek életéből. A Jézus Krisztus nevében megáldjuk ezeket. És minden egyéb betegség felett gyógyulást hirdetünk, mert kimondjuk azt, hogy Jézus nagyobb minden betegségnél. Jézus hatalmasabb minden egészségkárosodásnál. Jézus nagyobb minden olyannál, ami az emberi testet, szervezetet megkötözi. És Jézus, aki a lelket megteremtette, a lelkek gyógyítója is. Jézus nevében. Ámen. És vágyunk rád, Urunk, a hangunk száll a mennyig ég.
újra szívünk, áldunk, dicsünk irány. Csak állunk, ámulunk csodádon, megtisztít az áldozat. Csak te vagy méltó, áldunk téged, Jézus, hódolunk neked, Urunk, mert te vagy a mindenség királya. Kiáltunk és vágyunk rád, Urunk. A hangon száll, a mennyig él a szívünk. Áldunk, dicsünk, király, mert te vagy a mindenség királya. És várunk rád, Urunk. A hangon száll, a mennyig ér a szívünk. Áldunk, dicsünk, király. Dicsünk, király. És vágyunk rád, Urunk, a hangunk.
szolga király, szabadító, a mi Istenünk. Oh, önként adtál oda minden életedet a kereszten, mi nagy szeretet. Életedet nekünk
sem állhat nekem, nekem életre kell, ha rád nézek. Kereszted alatt elhagy minden kudarc, a te szent kegyelmed fényében. Romjaimba élet száll, a te kezed hallatán, hamvaimból felkelve, megállok trónodnál, meledékre a lelkem, a te kezed köztelen, én örökké szeretlek, tam szóljon hozzád. Sziasztok! Újra jelentkezünk. Négy, azaz négy darab Attila. Négy testőr. Attilák tábora gyarapodott most egy fél órával ezelőtt. Szeretnék nektek egy fiatalembert bemutatni. A feleségem beszélgetett vele és egy barátjával a padon. És hát nem volt még olyan személyes kapcsolatuk Istennel. Most hozott egy személyes döntést az előbb. És a feleségem és az Erika profétáltak nekik, és kaptak olyan személyes kijelentést az életükre, amit teljesen megdöbbentek, hogy két vadidegen nő honnan tudhat ilyet róluk. És tehát Isten egész személyesen üzent az életükbe, és de átadom a mikrofont egy pár mondatban. Csak pár mondatban mondom, hogy mit éreztél. Csak hogy mit éreztél közben. Elmondhatatlan, amit éreztem. Úgy különösen semmi más nem tudok rá mondani. Éreztem. Éreztem. Történik ott, körülötted. És érezted, hogy ez nem embertől jön ez az üzenet. Igen. Tehát ők nem tudhatták azokat, amiket mondtak az életetekről, hanem nyilván nem. Csak Isten jelenthette ki az ő. Igen. Mondj egy ilyen példát, hogy mi volt az, hogy mondtad. 4 percben úgy elmondták az életünket, hogy ha odajött volna egy vadidegen ember, és ezt elmesélte volna, mint én azt mondtam neki, hogy mondtam volna neki, hogy fordulj a pszichológusra, azt mutass meg magad. De úgy különösen nem tudok rá mit mondani. Okay. Meglepő volt. Oké. Okay. Oké, okay, szeretünk. Na, ez, látjátok, ez Isten. Ez az, amikor Isten személyes Isten, amiről az előbb beszéltem nektek. És amikor személyesen szól az emberhez, személyesen van üzenete. És még az Attilának odaadom a mikrofon, de a végén szeretnék megint arra indítani titeket, hogyha most kapcsolódtál be és nézed, akkor lesz egy lehetőség, hogy hogyan válik ez a te életedbe is személyessé. Nem csak, hogy fejbe tudod, hogy van ott Isten, fönt valahol, te meg életed az életedet itt, és nem történik veled semmi. Ez egy vallás. Isten téged nem vallásba hív, hanem egy élő személyes kapcsolat, egy szívtől szívig kapcsolatba. És az Attila ezt most hozta meg egy 20 perccel ezelőtt, fél órával ezelőtt, amikor behívta Jézust a szívébe. Most már nem csak fejbe tudja, hogy van Isten, hanem lesz vele egy élő személyes kapcsolata. És hogy most mondja, nehéz szavakba önteni, azért nem tud erről beszélni, mert ez egy olyan hirtelen természet fölötti élmény az ember életében, ezt megtapasztalta. Ez az, amikor Isten jelen van. Amit az előbb is mondtam nektek, nem ül egy templomba, hanem emberi szívekbe akar lakni. Ez most megtörtént, és ez történhet meg majd most is veled. De még van egy-két üzenetünk, és akkor utána folytatom. 2. Számú Attila jelentkezett. A profétai szónak hatalmas ereje van, és ezért is mondjuk és tartjuk fontosnak a Alabáson projektbe, hogy a szobákban is történik profétai szó, mert elképesztő módon tud Isten bejönni az ember életében, és egy hirtelen változást hozni. És ezt fogjuk gyakorolni ma is, ahogy a Attila is érezte Isten jelenlétét. És hiszem, aki ott vagy és nézed, az volt a szívembe, hogy lehet, hogy az életed összetört és romokban van, de Isten néha megengedi az életünkbe, hogy romokba kerüljön az életünk, hogy összetörjenek dolgok, hogy egy újat kezdjen velünk, mert újat csak akkor tud Isten kezdeni velünk, ha régi rossz dolgok összeomlanak, és romokba kerülnek, és összetörnek. És lehet, hogy aki nézed, most egy ilyen összetöretést élsz meg, de azt mondja Isten igéje, hogy szeret az Úr, nincs még véged. Ezért azok a romok, azok az összetört állapotok, amik ott vannak az életedben, Istennek pont kedvező helyzet ahhoz, hogy egy új
életet hozzon, egy új lendületet, egy új reménységet a életedbe. Úgyhogy kérlek, ragadd meg Isten igéjét, az ő szeretetét, aki jön most hozzád, és felépíti a romokat a te életedbe, és épít egy újat. Áldjon meg az Úr itt téged. Áldjon meg az Úr itt téged, Abonyba, ahonnét az Alabástrom projekt bejelentkezik a 70. alkalommal. És többen imádkoztak itt profétai és evangelista testvéreink, és többen befogadták Úr Jézust a szívükbe, de az előbb kaptam az SMS-t, hogy a Kárpátaljáról is bejelentkeztek online, és egy fiatal srác a Zoom szobába megtért, és befogadta Úr Jézust a szívébe, és ő ettől a perctől kezdve nem ugyanúgy éli az életét, ahol eddig, hanem van egy természet fölötti segítsége. Van egy természet fölötti kapaszkodója, vigasztalója, bátorítója, sőt, van egy természet feletti iránytű, egy útmutató, ami segíti az élet nehéz kérdéseiben eligazodni. Úgyhogy bátorítlak téged, aki nézed ezt az online adást, hogy jelentkezz be, ha beírod, hogy Alabástrom projekt Facebookon vagy YouTube-on, akkor meglátod az élőadás alatt a kommentekbe a linket, megtalálod, be tudsz jelentkezni, és 24 Zoom szobába több mint 70 szolgáló vár arra, hogy átadja Isten üzenetét a számodra. És amikor jöttem ide, kikérdeztem az Urat, hogy van-e valami üzenete, és azt mutatta, láttam, ahogy várod Istennek az utasítását, és nagyon szerelmes vagy, szereted azt a másikat, csak te az Istentől kérsz egy megerősítést, hogy na, ő a te párod. És van úgy, amikor az Isten kijelenti ezeket a párokat, összehangolja, de a legtöbb esetben nem. És Isten azt mondja most, hogy van az Istennek az igéje a Bibliában, amivel alapvető erkölcsi normákat leír, ami ma már egyre inkább elfelejtődik a társadalomba, de még mindig ott él az embereknek a lelkiismeretébe, mert Isten beleírta az igét az emberek lelkiismeretébe. És azt mondja, hogy az igét vedd alapul, és Isten ad neked szabadságot arra, hogy dönts. Isten nem robotokat akar, hanem olyan szabad akaratból döntő gyermekeket, akik választják Istent. És válaszd az Istent, és Istennel együtt válaszd a társadat. És nem baj, ha szerelmes vagy, de nem elég a házassághoz. És nem baj, hogyha mindenben stimmeltek, de nem vagy szerelmes, a kettőnek együtt kell összhangba lenni. És Isten ott lesz, hogy a kapcsolatodban téged segítsen. Isten a helyreállítások Istene, azt akarja, hogy boldogok legyünk. Úgyhogy bátorítlak arra, hogy lépj ki, udvarolj, fogadd ezt az udvarlást, és engedd meg, hogy Isten ebbe a kapcsolatban dolgozzon rajtatok, ne pedig várd meg még, ő valaki tökéletesre csiszol, hogy neked jó legyen, mert akkor egyedül fogsz maradni. Attila, köszöntlek téged, mint a keresztényt, aki Jézus befogadta a szívébe, és egy meglepő új életed lesz. Sokszor, amikor egyedül vagy esetleg holnap együtt, vagy érzed, hogy valami megváltozott benned, nyitottabbá válsz. Nem fog minden átalakulni, de amikor az ember befogadja a szívébe Jézust, akkor elkezdod benn dolgozni. Arra bátorítlak, hogy engedd meg, hogy ez az munka napról napra folyamatosan dolgozzon benned. Keress olyan keresztény kapcsolatot, itt van Lencse Balázs, itt vannak és szolgálnak, hogy engedd meg, hogy segítsék ebbe a fejlődésedet. És nagyon köszönjük a bátorságodat, hogy kiléptél. Én amikor megyek egy házassági tanácsadásokat adni, és a feleségem nem tud velem jönni, akkor mindig azt mondják, hogy annyit beszélsz a feleségedről, de lehet, hogy nincs is olyan, vagy mint a Kalambó felesége, soha senki nem látta. Mi is itt az Alabásról mindig beszélünk, hogy megtérnek emberek, és köszönjük, hogy végre egy élő példa vagy arra, hogy igen, kint az utcán, mikor bátran kilépsz, vannak emberek, akik várják a keresztények megjelenését ezzel a jó üzenettel. Úgyhogy akár a munkahelyeden teheted meg, akár a családban, akár egy boltba bevásárlás közben, vagy sport közben, kérlek, tegyél bizonyságot Jézus szeretetéről. Sokkal nyitottabbak rá az emberek, mint azt mi, ahogy el tudjuk képzelni. Attila. Tehát akiről mi beszélünk nektek, ez az Isten élő Isten. Nem a vallásnak a gyenge istene, ki úgy ábrázolja Jézust, mint a még mindig ott lógna szerencsétlen a kereszten. Az az Isten, akiben mi hiszünk, ő legyőzte a sátán minden munkáját. 2000 évvel ezelőtt meghalt érted és értem. És legyőzte az ördögöt.
azt mondta, hogy elvégeztetett minden bűnünket, minden átkunkat, minden betegségünket, minden gyötrést, amit az ördög rá tud tenni az életedre, azt magára vette, levitte a pokolba, és harmadnapon feltámadt. És az azt jelenti, hogy feltámad, hogy most is él, és hallja ezt, amiről beszélünk, és ott, ahol te most vagy, a munkahelyeden, az autódba, az otthonodba, vagy ha visszanézed ezt az adást, teljesen mindegy. Isten szeret téged, és személyes kapcsolatot akar veled. Ezt élte át az Attila, amikor beárad Istennek a szeretete és a valósága a szívébe. Az Istennek a szellem által tudsz újjászületni. Jézus meghalt és feltámadt, és a Biblia azt mondja, hogy fentül az Atya Isten jobbján. Neki adatott minden hatalom, menjen földön és föld alatt. Ő fent ül az örökké valóságnak a jobbján. És elküldte az ő szellemét, hogy tudjál vele találkozni. A Szent Szellem az igazság szelleme. Ő fogja neked kinyitni a szemedet és a füledet, hogy találkozzál és meghalljad Istennek az üzenetét az életedre. És hogyha úgy vagy itt, hogy még ezt te nem tetted meg, vagy csak vallásos módon tudod, hogy valahol hiszel Istenben, nem történnek veled természet fölötti dolgok, az azért van, mert Isten szelleme nincsen jelen az életedbe. És bátorítalak, hogy hozd meg ezt a döntést. Én 16 éve hoztam meg. Az Attila most hozta meg fél órája. Életünk legjobb döntése volt. És arra kérlek, hogy most ott, ahol vagy, a szívedbe, nézzél föl Istenre, és mondd utánam ezt az egyszerű imát. Uram, szükségem van rád. Meg akarlak téged ismerni. Köszönöm Jézus, hogy te meghaltál értem. Minden bűnömet, minden rossz döntésemet, a szégyeneimet, és mindent, ami elválaszt az élő Istentől, te magadra vetted. Köszönöm, hogy megbocsájtottad ezeket, és hogy a véred teljesen tisztává mos az Isten előtt. Meg akarlak téged ismerni. Kérlek téged, Szent Szellem, gyere be a szívembe, gyere be az életembe, és mutasd meg nekem, hogy Isten él, hogy Isten cselekszik. És köszönöm, hogy most új teremtés lettem, mert a Biblia azt mondja, hogy a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Az én szívembe is újjá lett minden, mert Szent Szellem, te élsz a szívembe. És köszönöm, hogy ki fogod nekem jelenteni az Istennek az akaratát az életemre. Jézus nevében. Amen. Megmenekülsz.
hogy segítségül nevét, és megmenekülsz. Hívd segítségül nevét, és megmenekülsz. Segítségül nevét, és megmenekülsz. Hív nevét, hív segítségül nevét, és megmenekülsz. Oh, hív segítségül nevét, megmenekülsz, csak hív nevét, Jézus. És megmenekülsz. Szükségem van rád, ó Jézus. Hív segítségül nevét, és megmenekülsz. Napunk és pajzsunk.
Meg erő, ó, te vagy,
vagy a legfőbb, te vagy a legfőbb, te vagy a legfőbb kincsem. Te vagy a legfőbb, te vagy a legfőbb, te vagy a legfőbb kincsem. Te vagy a legfőbb, te vagy a legfőbb, te vagy a legfőbb kincsem. Te vagy a legfőbb, te vagy a legfőbb, te vagy a legfőbb kincsem. Do
szeretik. Az a békesség, amit ígértél, minden kincsemnél többet ér. Örök élet vár a te házadnál, és ez mindennél többet ér. Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek, nálad tisztább nem volt és nem lesz. Jézus, rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel, nálad tisztább nem volt és nem lesz. Szenzációs esténk van itt, és fantasztikus itt az Isten jelenléte itt a Bonyban. És nagyon köszönjük, hogy itt lettünk, és lassan le fogjuk venni a linkeket, de még mielőtt levennék a linkeket, tudom azt, hogy az Isten az akar szólni mindannyiunkhoz, és csak ahogy jöttem ide előre, azt láttam magam előtt, hogy olyan helyzetekre számíthatsz, ahol az Isten be fog avatkozni az életedbe. És nagyon jó egy elvárással lenni, egy várakozással lenni. És láttam azt, hogy többen olyan helyzetekbe fognak kerülni a jövő héten, amikor szükség van az Isten természet fölötti erejére, és nem ijesztésképpen mondom ezt, vagy ilyesmi, hanem bátorításképpen, mert az Istennel számolhatsz, és ezek a fordulatok, ezek jönni fognak. Azt láttam, mintha lennének olyan gödrök, amiket át kell lépni, és lehet, hogy vannak olyan határidős dolgok az életedben, határidős helyzetek, amiknek jövő héten jár le a határideje, és csak számolj Istennel, ezt akarom neked mondani. Az Isten az elkészült, készen áll, és be akar avatkozni, és meg akar téged segíteni. Hogy legyen egy leszálló pálya az életedbe az Istennek, a kegyelmének és az ő áldásának. Azt is láttam, hogy esetleg van olyan, aki jövő héten orvosi vizsgálat előtt áll. És ne legyen benned félelem, mert az Isten az fogja a kezedet. Látom, hogy ott van veled, és látom, hogy ő a te erősséged. Ő nem felejtkezett el rólad, és fantasztikus terve van veled. Csodálatos az ő terve. Látok egy édesanyát is, aki úgy érzem, hogy aggodalom van benned, aggódás van benned a gyermeked miatt. Az Isten nem feledkezik meg a te imáidról, a te imádságaid azok ott vannak az Úr trónja előtt, és az ő angyalai azok ott állnak a te gyermeked előtt, és minden lépésében fogják az ő kezét, és minden lépésében vigyáznak rá. De azt is érzékelem, hogy vannak olyanok, akik megrekedtek egy mély, egy csalódáson mentél keresztül, és nem tudsz kijönni belőle. Ezt már megszokottá vált ez az érzés, ami benned van, de nem érzed jól magadat alapvetően. És én csak azt mondom neked, hogy az Isten szelleme az, aki életet adott nekünk, aki Ádámnak bele lehet az órába, amikor még nem volt benne élet, ő fog ráfújni az életedre, és élet fog benned támadni, és visszatér a te örömöd. Úgyhogy itt vagyunk, le fogjuk venni most már a linkeket, a Zoom linkeket, még biztosan vannak, akik várnak szolgálatra, ezek meg fognak történni jövő héten, ugyanúgy lesz alabásrom, jövő héten Budapestről fogok az Agapé gyülekezetből bejelentkezni, és ha választ keresel, vagy ha ezen a héten választ kaptál, akkor csak hívd meg azokat az embereket, akiket a szívedre helyez az Isten, akiket tudod, hogy szükségük van arra, hogy halljanak tőle, és csak bátorítsd őket, jövő héten este, szerdán este, 8-szor, akkor ugyanúgy alabásrom projekt lesz. Akkor neked köszönjük, hogy itt lehettünk. És köszönjük.
Halleluja, csodálatos az Úr jelenléte. Úgy kezdtük ezt a mai alkalmat, hogy egy csodálatos nagy közösségbe lehetünk, egy virtuális közösségbe, és csodálatos volt itt is az Úr jelenlétében, és hiszem, hogy ti is megtapasztaltátok az Úr szavát, az Úr válaszát, az Úr vezetését, az Úr erejét és jelenlétét a ti életetekben. Nagyon hálásak vagyunk, hogy így együtt lehettünk, és különösen hálásak vagyunk azért, hogy az Alabástrom projekt itt lehetett Abonyba, és így együtt dicsérhettük velük az Urat, és nagyon hálásak vagyunk a dicsőítő csoportnak is, akik hosszan, majd 2 óráig dicsérték velünk az Urat. Az Úr erősítse meg őket, és áldja meg őket. És szeretnélek invitálni titeket, hívni titeket a gyülekezetbe. Minden szombaton itt vagyunk 4 órakor Abonyban, a Köztársaság utca 2 szám alatt található a közösség. Aki még nem járt Abonyban, mindenféleképp látni kell, egy gyönyörű szép település, egy alföldi város, és nagyon szép város, és közben pedig szeretettel látunk titeket a közösségünkben is. Isten most építi fel ezt a közösséget, és szeretettel látunk, hogy látogassatok meg, ha erre jártok, vagy ha az Úr ide vezet titeket, áldjon meg az Úr titeket. Még maradj egy Kornél egy pillanatra, annyira, tehát azon a szívünkben, hogy imádkozunk egyet, érted, és ezzel a gyülekezetért. És gyertek, akik itt vagytok, csak nyújtsátok ki a kezeteket áldásra. Istenem, azért imádkozom, hogy te látogasd meg ezeket az Isten tiszteleteket. Valami elképesztő módon jelenj meg ott, történjenek jelek, csodák, történjenek ott gyógyulások. Legyen ott a te örömöd, legyen ott a te békességed, legyen ott a te szereteted, és hagyj kovácsolódjon ott egy család, egy gyülekezet család, és nem emeld fel azt a gyülekezetet, mert alázatban járnak és hűségesek. Emeld fel őket, Atyám, imádkozom áttörésekért, imádkozom teljes, erőteljes áttörésekért. Jézus nevében, amen. És megragadom a lehetőséget, jobbról balról. Hiszem, hogy Isten azt mondja, hogy te egy olyan ember vagy, akit megtaláltak. Akit Isten és emberek is megtaláltak. Ott feküdtél a szemétbe, szemét között, és valaki észrevett, valaki látott benned valamit, és megtalált téged, és megmostak téged, megtisztultál kívül belül, és te ugyanezt fogod csinálni. Isten arra hívott el, hogy a sötétségből kihúzzál embereket. Isten arra hívott el, hogy megtaláld a kövek között a gyémántot. Isten arra hívott el, hogy a rossz között megtaláljad azt a jót. Néha nagyon nehéz munka ez, sok kudarcot volt ebben, de Isten szemet és képességet ad, hogy megtalálj ilyen elveszett embereket. És egyszerre vagy evangélista, és egyszerre vagy pásztor is. És Isten a szívedre helyez egyre inkább embereket. És valami olyan szeretet van benned, amit néha nem is tudsz hogyan kezelni. És látom, hogy átöleled az embereket, akik a szemétből jöttek, és megváltoztatod őket, mert pontosan tudod, hogy te mind mentél keresztül, és ugyanazt végbe megy ezeken az embereken keresztül. És Isten neked egy bölcsességet ad, hogy hogyan viszonyulj ehhez az emberekhez. Hogyan rakjad őket pályára. És hiszem, hogy lesznek olyan emberek, akik olyan pályára kerülnek. Látom, hogy emberek, akik a szemétből jönnek, főiskolát fognak elvégezni. És fantasztikus módon tanultak is lesznek, és minden képesség, amit Isten ad nekik, azt segítesz kihozni. Úgyhogy így áldjon meg, sokszorozza meg Isten rajtad keresztül az ő szeretetét. Isten áldjon. Hadd mondjam el, remélem jó időpontot mondtam újra, hogy szombatonként, mintha az az emlékem, hogy vasárnapot mondtam volna, szombatonként 4 órakor találkozunk itt a Bonyba, várunk szeretettel titeket.
Számíthatunk rád, és nem számít, hogy hol vagyunk. Köszönjük, hogy a te szereteted az minden nap körülvesz bennünket. És olyan jó, Uram, megpihenni ebben a szeretetben.
és érezni, hogy megtart ez a szeretet, ahogy ez a kegyelem átformálja a szívünket. Vágyakozik rád, Uram, a lelkünk, mint a kopár víztelen föld az eső után, úgy vágyakozunk utánad, hogy betölts bennünket és felüdítsd a szívünket. Erre vágyunk. Jézus nevében.